kedd délelőtt azért utazott el az alsó szászországi Hannoverbe a Szolnoki Dózsa, hogy még egyszer tiszteletét tehesse ott. A félmilliós nagyváros lesz ugyanis az idei 8-as döntő házigazdája. E titulus azt is jelenti, hogy a német csapat már ott van a negyed döntőben. Gyakorlatilag az összes BL meccsre elmondhatjuk, hogy erre is, hogy az eddigi legfontosabb meccs az évben. Ha életben szeretnénk tartani azt az álmunkat, vagy azt, hogy bekerüljünk a Final 8-be, akkor nekünk kint Hannoverben nyerni kell. Nem a szép emlékeink között raktároztuk el január 9-ét, sőt a valósághoz közelebb áll az a megfogalmazás, miszerint még cifrábbakat káromkodtunk is aznap este, ugyanis a Szolnoki Dózsa 10-10-es döntetlent szenvedett el a vízilabda arénában a Hannovertől. Joggal remélhető azonban, hogy még egyszer olyan gyázosan nem tud pólózni a Dózsa, mint akkor. A játékosoknak a mentalitásán nagyon sok fog múlni, hogy járunk hozzá a meccshez. Ők is tudják, hogy nagyon fontos mérkőzésre kell számítani. Reméljük, hogy meg lesz a 3 pont. A szerda délután 17:30 kezdődő Bajnokok Ligája mérkőzést a Sport 1 TV közvetíti élőben, de a hagyományoknak megfelelően az Olaj TV oldalára kitett LEN linken keresztül is követhető a találkozó.